két hónap múlva akár valamennyi heggesztőképzésben résztvevő munkanélkülit foglalkoztatni tudja a sátorolja újhelyben már jelenlévő Harkon cégcsoport. Ezt be is jelentette sátorolja újhelyi látogatása során a budapesti vállalkozás egyik vezetője. Mi munkát ajánlunk nekik, tehát mi azonnal tudnánk vinni 40 hegesztőt. Tehát nem 18-at, aki itt van, 40-et. De az is biztos, hogy piacképes hegesztőket. Itt nagyon sokat kell még beruházni az új anyagtípusokra, a megfelelő gépekre, eszközökre, de egy különben azt gondolom, hogy semmi más probléma nincs, pénz hiányzik. Meggyőződő sem az, hogy akik itt végeznek és jó eredménnyel végeznek, azok a szakmában el fognak tudni helyezkedni. Hiszen a hegesztő szakma egész Európában keresett, a csúcshegesztők, azok pedig szokták mondani, mint a cukrot úgy viszik. A látogatás során azt is megtudtuk, hogy a hátralévő két hónapban európai szintű technikát telepít a cég sátorolja új helybe. Nem csak mi, hanem a német mi megrendelőnk is le fog jönni valószínű, hogyha ha úgy látjuk, hogy érdemes már lehozni őket, akkor lehozzuk őket, ők megnézik, egy válogatást mindenképpen eszközölünk, és nem akarunk senkit elengedni, mert látszik, hogy ez lelkes csapat. Megpróbálunk mindenkinek munkát adni. A sátorolja újhelyi munkaügyi kirendeltség is támogatja a képzést. A csoport egyébként jól teljesít, tudtuk meg a mezőgazdasági iskola képzés vezetőjétől. Úgy veszem észre, hogy akarnak, és hát azért közben is van számonkérés, és azt a szintet, amit el kell ilyen a vizsgáig, mindenképpen fogják tudni. Ez egy nagy lehetőség, úgy érzem, mindenkinek a számára, hogyha nem is egyből külföldre, de ha legalább Magyarországon el tudnak helyezkedni egy bizonyos időre, az már nagyon nagyot lendít mindenkin. Nem lesz gondolom a minősítéssel, abszolút ő, a lehetőségek biztosítottak. Úgy érzem, hogy én mindent megteszek annak érdekében, hogy ő teljesen lefolyjon az egész dolog. Nagyon szívesen mennék külföldre, igen, világot látni egyrészt, meg azért ott más emberek, tapasztalatot szerezni, szívesen mennék igen külföldre. Mint gazdálkodó szervezet vezetőinek mindenképpen célom az, hogy az itt élő emberek igenis boldoguljanak, és találják meg azt a számításukat, amit az élettől elvárnak. A szakmai együttműködés folytatásáról is szó esett sátorolja újhelyben. Így várhatóan az iskolai heggesztőképzést is támogatják majd a közeljövőben a mezőgazdasági szakközépiskolában. Hát mindenképpen szeretnénk folytatni elnök vezérigazgató úrral ezeket a tárgyalásokat, de mindenképpen szeretnénk azt, hogy olyan jellegű képzést tudjunk nyújtani a diákoknak, illetve a felnőtt képzésben résztvevő munkanélkülieknek, tartósan munkanélkülieknek. Két hónap van a vizsgáig, úgy érzem, hogy jelentős részüknek munkáját fog biztosítani ez a tanfolyam, és gondolom, hogy ők ezt felmérték, ezt a helyzetet, és úgy állnak hozzá a következő két hónapba is.